Azt viszont tudjuk, hogy a világban, tisztelt Hölgyeim és Uraim, meglehetősen komoly, gyors és alapvető változások zajlanak itt körülöttünk. Az erőviszonyok elég erőteljesen átalakulóban vannak, mind a világgazdaságban, mind a világpolitikában. Látjuk azt, hogy újabb és újabb erőközpontok jönnek létre, és olyan régiók fejlődnek rohamosan, és válnak a világ vezető térségeivé, amelyekről ezt korábban nem igazán gondoltuk volna. Látjuk Ázsia és a Távol-Kelet előretörését, látjuk Dél-Amerika megerősödését, és látjuk azt is, hogy az afrikai országok a politikai, társadalmi stabilitás útján való előrehaladással hogyan erősítik meg gazdasági pozíciójukat. Amikor a világban körülöttünk lévő változásokat szemléljük, akkor néha hajlandóak vagyunk leegyszerűsítő módon világgazdasági válságról beszélni, ami nem csak leegyszerűsítő, hanem a világ egyes térségeire nézve bántó megfogalmazás is, hiszen jogosan jelzik udvariasan számunkra mondjuk ázsiai barátaink, hogy maguk részéről az 5-6-8-10%-os gazdasági növekedési ütem az minden, csak nem gazdasági válság, úgyhogy ha lehet, akkor csak söprögessünk a saját portánk előtt. Persze az is bántó és ráadásul durva leegyszerűsítés lenne, hogyha euróválságról vagy az európai régió gazdasági válságáról beszélnénk. Minden esetre rendkívül törékeny nemzetközi gazdasági környezetben kell, hogy tegyék a dolgukat mindazok, akik exporttal is foglalkoznak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az a magyar gazdaság, amelynek önök kis és közepes vállalkozások a lelkét alkotják, az egy nyitott gazdaság. És a nyitott gazdaságoknak az a legfőbb jellemzője, hogy a siker az alapvetően nemzetgazdasági szinten azon múlik, hogy a gazdaság export teljesítménye hogyan alakul. Márpedig, hogyha új világgazdasági és új világpolitikai helyzet jön létre, akkor egy ilyen nyitott gazdaságnak, amely nagy mértékben alapoz az export teljesítményére, új stratégiát kell alkotnia. És hogyha új stratégiát alkotunk, akkor a legalapvetőbb szempont, amit figyelembe kell vennünk, az az, hogy ennek a válságnak nevezett jelenségnek az elmúlásával semmi nem lesz ugyanolyan, mint volt korábban. Ezért mindazok a gazdaságpolitikai keretek, eszközök, gazdaságfilozófiai meggondolások, amelyeket korábban alkalmaztunk, és amelyek egy jelentős része egyébként hozzájárult ahhoz, hogy ilyen válsághelyzet alakult ki, szóval ezek a régi eszközök már nem lesznek használhatóak a válság utáni időszakban. Tehát, hogyha azt a célt tűzzük ki magunk elé, hogy a válság után erősebbek legyünk, mint előtte, és ez egy racionális észszerű célkitűzés, akkor új stratégiára és új gazdaságpolitikára van szükségünk. Magyarország stratégiai válasza a világgazdasági, világpolitikai átalakulásra röviden úgy foglalható össze, hogy keleti nyitás. Ez a keleti nyitás stratégia azt célozza, hogy a világ gyorsan fejlődő régióival stratégiai jelentőségű kapcsolatot tudjunk felépíteni, és azt folyamatosan tudjuk erősíteni. Amikor a keleti nyitás stratégiát kigondoltuk, akkor annak alapvetően 4 pillérét dolgoztuk ki. Az első pillér az az Oroszországgal, Kínával és a távol-keleti országokkal való kapcsolat erősítése. A második az a kaukázusi köztársaságokkal való gazdasági együttműködés szorosabbra fűzése. A harmadik pillér volt az arab világ tőkéjéért folyó versenybe való benevezés. A negyedik pedig a nyugat-balkáni gazdasági jelenlétünk megerősítése. Ehhez aztán jött még 2 adalék menet közben, és persze mindannyian tanultunk földrajzot, nagyon jól tudjuk, hogy Afrika és Dél-Amerika nem keletre van tőlünk, de a külgazdasági terjeszkedésünk és a külgazdasági stratégiánk célpontja lett az is, hogy Dél-Amerikában, illetve Afrikában elkezdjük újraépíteni a jelenlétünket, hiszen a világnak ezen 2 gyors fejlődésnek indult régiójából gyakorlatilag teljes mértékben korábban kivonultunk. Most tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogyha a magyar kis és közepes vállalkozásokra térünk, akkor azt látjuk, hogy a nemzetgazdaság lelkének számító vállalatok ma Magyarországon alkalmazott munkavállalók 73,5%-át alkalmazzák. Ezek a 250 fő alatti vállalkozásoknál alkalmazott emberek arányát jelenti. Ugyanakkor
ez a vállalati szegmens adja az összes vállalati hozzáadott érték 55%-át Magyarországon. Ugyanakkor a magyar nemzetgazdasági export teljesítményből ez a kis és közepes vállalkozói szektor csak 23%-ban részesül. Még egyszer mondom úgy, hogy az alkalmazottak 73,5%-át ez a szféra foglalkoztatja. Viszont ebből egy tanulság mindenképpen levonható, ez pedig az, hogy a magyar gazdaság növekedésének egyik nagyon fontos forrása, sőt inkább tartaléka, az a magyar kis és közepes vállalkozások exportjának növelése és export tevékenységének megerősítése. 2018-ra, tehát 5 éves időtávon belül az Európán kívülre irányuló magyar export az 1/3-át kell, hogy adja a teljes magyar kivitelnek. Másik lába ennek a célkitűzésnek pedig az, hogy a kis és közepes vállalkozások részarányát ezen az export tevékenységen belül meg tudjuk növelni. Hogyha ennek a hátterét akarnám elmondani, hogy miért ez a külgazdasági stratégián célkitűzés, akkor azt mondanám, hogy nem szabad, hogy a magyar export egy egyetlen földrajzi régió teljesítményétől függjön. Tehát ma a magyar kivitel 75,8-76%-a az Európai Unióba irányul. Nyilvánvalóan, hogyha ennyire egy lábon állunk, és ezt a régiót mondjuk valamilyen gazdasági kihívások gyötrik, mint például most, akkor az az export teljesítményen keresztül a teljes magyar nemzetgazdaság teljesítményére rányomhatja a végét. Tehát nem szabad, hogy egy földrajzi régió teljesítményétől függjünk, és az sem szabad, hogy a magyar export nagyon nagy mértékben függjön a nagy multik döntéseitől, amelyet sem a magyar kormány, sem önök nem tudnak befolyásolni. Tehát magyarul a multik export növelő hatása mellett a kis és közepes vállalkozások részesedését is meg kell növelni. Az első fél évben már mutatkoznak az eredmények. Az idei esztendő első fél évében a keleti nyitás kulcsországaiba tudtuk növelni a magyar kivitelt, így Oroszországban 11%-kal, Kínában 8%-kal, Koreában 20%-kal, Libanonban 54%-kal, Marokkóban pedig 30%-kal tudtuk növelni a teljes magyar kivitelt. És hogyha azt nézzük, hogy az idei esztendőben már a 100 millió forintnál többet exportáló kis és közepes vállalkozások száma meghaladta a 9000-et, és ez a 9000 vállalkozás összesen 4700 milliárd forintnyi exportot mondhat magáinak, akkor azt láthatjuk, hogy ezen a téren is fejlődésnek tudtunk indulni. Azt látjuk, hogy a kis és közepes vállalkozások exportja az gyakorlatilag teljes mértékben leképezi a nemzetgazdasági export mintázatát, tehát a KKV export 1/5-e Németországba irányul, a szomszédos országok között Románia az első számú célpiac, Európán kívül az Egyesült Államok a legjelentősebb piacunk, 60 milliárd forintnyi exportot tudtunk realizálni kis és közepes vállalkozási szinten az Egyesült Államokba, és szintén jó hír, hogy Kínába 2008 óta meg tudtuk duplázni ennek a szférának a kivitelét, és az most már eléri a 40 milliárd forintot, de az idei esztendőre már elmondhatjuk azt, hogy 5 milliárd forint fölötti KKV exportot tudunk felmutatni Hongkong, India, az Egyesült Arab Emirátusok, Korea, Tajvan, Szingapúr és a Dél-Afrikai Köztársaság irányába is. Na most tisztelt hölgyeim és uraim, amikor a magyar kormány stratégiát alkot arra nézvést, hogy azt a külgazdasági stratégiai célkitűzést teljesítse, hogy növelje kis és közepes vállalkozások arányát a magyar export teljesítményben, akkor először is azt kell megnézni, hogy mik azok a pontok, ahol segítenünk kell. És mi azt látjuk, hogy a kis és közepes cégek kevesebb anyagi és szakmai kapacitással rendelkeznek természetesen, és kisebb rugalmassággal, főleg export területén. Ezeknek a problémáknak vagy kihívásoknak az áthidalása céljából hoztuk létre a Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRT-t, amelynek tehát az első számú és legfontosabb feladata a magyar kis és közepes vállalkozások részarányának növelése a nemzetgazdasági exportban. A Nemzeti Kereskedőház stratégiai megállapodást kötött a Magyar Külgazdasági Szövetséggel és a HITA-val, tehát a Nemzeti Külgazdasági Hivatallal, egy olyan intézmény egyébként, meg angol neve és magyar neve között semmifajta összefüggés nincs érdekes módon. Tehát a HITA-val és a Magyar Külgazdasági Szövetséggel létrejött egy stratégiai megállapodás, amelynek nyomán megalkottuk a külpiaci sikerprogramját.
A külpiaci sikerprogram egy 4 pontból álló program. Külpiaci sikerprogramjának lényege, hogy azokat a kis és közepes cégeket segítsük, akik exportképes termékkel vagy szolgáltatással rendelkeznek, de bizonyos erőforrás problémákkal küzdenek. Ennek a külpiaci siker stratégiának az első, vagy programnak az első pontja a kereskedőházak létesítése a legfontosabb keleti nyitásbeli relációkban. December 15-éig lesz állami tulajdonú kereskedőház Moszkvában. Ott most egy magáncég által üzemeltetett kereskedőház van. Gyakorlatilag végeztünk a tárgyalásokkal az állami tulajdonszerzésről. Kínában szintén már csak a papírmunka van hátra, hogy a közelmúltban megnyitott magántulajdonú kereskedőházban állami tulajdonrészt szerezzünk. Törökországban, Isztambulban december 17-én nyílik kereskedőház, az ottani leendő magántulajdonosokkal is gyakorlatilag célegyenesbe ért a tárgyalás az állami tulajdonrész megszerzéséről. A Kazaksztánban létrehozott kereskedőházat megvettük. Az Azerbajdzsánban, Bakuban tavaly óta működő magántulajdonú kereskedőházban 49%-os részesedést szerez az állam, az erről folyó tárgyalások is december 15-ig lezárulnak, és még az idei esztendőben létrejön kereskedőház az Egyesült Arab Emirátusokban és Szaúd-Arábiában. Másrészt úgy látjuk, hogy a kis és közepes cégeknél gyakorlatilag a külpiaci tevékenységhez szükséges folyamatok általában nincsenek meg, vagy nem kellőképpen eredményesek, és az exporttal sem foglalkozik a cégek méretéből fakadóan természetes módon külön részleg, vagy akár még csak nem is külön munkatárs. A mi felmérésünk szerint az exportban egyébként sikeres kis és közepes cégeknél átlagban 0,25% személy foglalkozik exporttal, ami egy kicsit, hogy is mondjam, furcsa megfogalmazás, szóval minden negyedik kis és közepes vállalkozásnál van legalább egy ember, aki kizárólag vagy dedikáltan exporttal foglalkozik. Ezért egy külkereskedői szakértői programot indítunk a külpiaci sikerprogram második pontjaként, amelynek keretében a külgazdasági szövetségnek köszönhetően szakértőket tudunk delegálni az érdeklődő cégekhez 100 napra, ez egy 100 napos program, a 100 napra, és ez alatt a 100 munkanap alatt a szakértő fizetésének felét átvállalja a kereskedőház ZRT. Harmadik pontként egy kiemelt beszállítófejlesztési programot indítottunk. Ugye azt látjuk, hogy a kis és közepes cégek sikere nagyon nagy részben azon múlik Magyarországon, hogy egy-egy nagy, általában nemzetközi tulajdonosi hátterű vállalat beszállítói láncának bizonyos fokára vagy szintjére be tudnak-e kapcsolódni. És itt egy rövid kitérőt hadd tegyek, mert hogy sokat hallunk manapság a nagyvállalatokkal kötött stratégiai együttműködési megállapodásokról. Ugye tegnap írtuk alá a 35. ilyen megállapodást éppen az Aegis-szel. Néha elhangzik az a kritika, vagy mondjuk úgy kérdés, hogy jó, persze, most kötjük ezeket a megállapodásokat a nagy cégekkel, de mi lesz a KKV-kkel? Most az a helyzet, hogy egy ilyen nagyvállalattal kötött stratégiai megállapodás az legalább annyira szól a magyar kis és közepes vállalkozói világról, mint magáról a nagyvállalatról. És ezekben a megállapodásokban külön kitérünk arra, hogy közös programokat indítunk magyar KKV-k egyre nagyobb mértékű bevonására a beszállítói láncokba, és erre vonatkozólag ugye a törekvésükről tesznek tanúbizonyságot, illetve ígéretet ezek a nagyvállalatok, és azt látjuk, hogy ez egy meglehetősen sikeres pontja ezeknek a megállapodásoknak. Egyre nő a magyar beszállítói arány a stratégiai együttműködési megállapodás kötött a vállalatok esetében. Ebben a kiemelt beszállítói fejlesztési programban arra törekszünk, hogy a nemzetközi vállalatok által felállított igényeknek és standardeknek a megfelelő mennyiségben meg tudjanak felelni a kis és közepes vállalkozások termékeikkel, illetve szolgáltatásaikkal. Végezetül pedig negyedik pontként egy célzott külpiaci roadshow sorozatot indítunk. A jövő esztendőben 14 ilyen roadshow-t fogunk szervezni. Ezek ágazati roadshow-k lesznek. Magyarul beazonosítottuk, hogy a világ mely pontjain milyen termékekkel és szolgáltatásokkal tudunk bemenni egy-egy piaci szegmensbe. És ennek megfelelően az első két roadshow az a városi infrastruktúra fejlesztésre fog összpontosítani az arab világban, ahol a természeti erőforrások mennyisége,
nyomán való gazdasági fejlődés olyan mértékben előre haladott, hogy azt talán kevésbé tudták követni a különböző infrastruktúrális fejlesztések. Ezért egy ilyen városi infrastruktúra fejlesztéssel foglalkozó roadshow-t szervezünk. Másrészt pedig szoftverfejlesztő cégeket bemutató roadshow-t szervezünk Dél-Kelet-Ázsia nagyvárosaiba. Ez lesz az első kettő, és ezt még 12 fogja követni a jövő esztendőben. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy eme rendkívül rövid összegzésemet most már tényleg lezárjam. Szóval a költségvetési források rendelkezésre állnak, a kormányzati elköteleződés világos, kis és közepes vállalkozói szektor megerősítése mellett 2011-ről 2012-re 21-ről 23%-ra tudtuk növelni a kis és közepes vállalkozások részarányát a magyar exportban, és mivel ezt mi a magyar nemzetgazdasági növekedés egy fontos tartalékának és forrásának tekintjük, az idei esztendőben is növekedést szeretnénk elérni, és azt szeretnénk, hogy a következő években is évről évre ez így alakuljon. Önök itt most, ha minden igaz, 93 vállalatot képviselnek. Ennek a 93 vállalatnak nagyon fontos szerepe van és volt a magyar gazdaság növekedési fordulatának elérésében. Ezekért az erőfeszítéseikért önöket köszönet illeti, a jövőre pedig remélhetőleg ezen állami programok segítségével sok sikert kívánok a bel- és külpiacokon egyaránt. Köszönöm, meghallgatom.